A Tolnai Pittypang óvoda szomszédságában épülhet fel a városi bölcsöde, így döntött a képviselőtestület, miután nem találtak olyan már meglévő, saját tulajdonú épületet, ahol elhelyezhetnék az intézményt. A pályázatról egyhangúan döntött a testület, nem volt kérdés, hogy szükség van egy önkormányzati intézményre. Ugyan többször gondolkodtunk azon, hogy építenénk egy új bölcsödét, vagy létrehoznánk egy bölcsödét, de eddig azt gondoltuk, hogy vannak fontosabb dolgok, de aztán most, hogy megláttuk a megyei keretösszeget, ami több mint 1 milliárd 600 millió forint, akkor azt gondoltuk, hogy talán jó esélyünk van arra, hogy most nyerjünk is a pályázaton. Úgyhogy először nyilván abba gondolkodtunk, hogy egy meglévő épületbe hoznánk létre bölcsödét, de nem találtunk a város tulajdonában lévő olyan épületet, ami alkalmas lenne bölcsöde kialakítására, illetve hát ami még szóba jöhetett volna, vagy szóba került így beszélgetés szintjén, az volt művelődési ház és a könyvtár épületegyüttese, de tekintettel arra, hogy ez egy nagyon rossz állapotban lévő épület, és nem is nagyon tudjuk, hogy mi van a föld alatt, tehát itt ilyen régi pincék, még ilyen törökkori pincék is vannak, vagy lehetnek. Én azt gondoltam, és azt mondtam a kollégáimnak, hogy nagyon nehéz úgy költséget számolni, hogy nem tudjuk, hogy mi van a föld alatt. Tehát sokkal könnyebb számítani úgy egy költségvetést, és azért egy pályázatnál, amikor benyújtunk egy pályázatot, akkor sok mindent lehet hiánypótolni, de azt, hogy mennyi pénzt szeretnénk támogatásként elnyerni, azt nem. Tehát az a legfontosabb, hogy azt tudjuk, hogy mennyi pénzt szeretnénk. Ehhez nyilván kell egy megalapozó dokumentum, és kell egy vázrajz, és kell egy előzetes költségbecslés, amihez viszonyítva már sok mindent nem lehet változtatni. Tehát lehet engedélyeket, részletes terveket lehet pótolni, de a költséget azt nem lehet. És azt mondtam, hogy sokkal jobban kiszámítható az, hogy ha egy zöldmezős beruházás lesz, és akkor most úgy döntöttünk, hogy egy kétcsoportos óvoda építésére nyújtunk be pályázatot. A városnak földrajzilag nagyjából a középpontjában van egy óvoda mellett, csendes környezetben, tehát jó helye lesz ott a bölcsödének, nagyon-nagyon szeretném, és a képviselőtestület egyöntetően döntött abban, hogy nyújtsuk be a pályázatot, tehát úgy tűnik, hogy mindannyian szeretnénk, hogy legyen ott bölcsöde. Régi tartozása ez a városnak, hiszen már több tíz évvel ezelőtt itt a mellettünk lévő Hősök terei kormányablakban, vagy kormányhivatal épületében valamikoron bölcsöde volt, de ezt már nagyon-nagyon régen bezárták. Azóta gyakorlatilag önkormányzati bölcsöde, vagy állami bölcsöde nem működik a városban. Jelenleg úgy oldjuk meg a gyermekek ellátását, hogy együttműködési megállapodást kötöttünk azokkal a városban működő családi napközikkel, akik nagyon ügyesen és nagyon, nagyon jól ellátják ezt a feladatot, és a szülőknek anyagi támogatást nyújtunk ahhoz, hogy a gyerekek oda járnak. De hát ez nem végleges megoldás, azért ezt mindannyian tudtuk, hogy hosszú távon ez nem jó. Egyébként kötelező feladat az önkormányzat számára, egy ekkora település számára már, hogy bölcsödét működtessen, de eddig egész egyszerűen nem volt olyan épületünk, ahol ezt meg tudtuk volna valósítani. Most sincs épületünk, de most van lehetőség arra, hogy újat építsünk. Ha sikerül nyerni a pályázaton, több mint 20 kisgyermek elhelyezésére lesz alkalmas az intézmény. Két csoport az 24 gyerek elhelyezésére szolgál, de 12, maximum 12 gyerek lehet egy óvodai vagy egy bölcsödei csoportban. Tudomásom szerint, hogyha minden gyermek a csoportban két év feletti, akkor ez a létszám ez megnőhet 14-re. Ugye hát ezt előzetesen nem tudjuk, hogy fél éveseket, vagy két éveseket, vagy két és fél éveseket fognak-e oda beiratni. Azt tudjuk, hogy óriási igény van arra, hogy bölcsöde működjön, hiszen teltházzal, sőt várólistával működnek a jelenlegi családi napközik is, amiben tudomásom szerint az egyik éppen most bővített egy új bölcsödei csoportot hoz létre, ott alacsonyabb létszámmal működhetnek csak. A miénk az 12-12, tehát összesen 24 férőhelyel fog működni. Ez azt is jelenti, hogy új munkahelyek jöhetnek létre a városban. Miután eddig nem volt bölcsöde, a működtetéshez szükséges teljes szakembergárdát kell toborozni. Bölcsödei csoportonként 2 kisgyermeknevelő kell, tehát ez már 4 olyan felsőfokú végzettséggel bíró,
hölgy vagy úr, gondolom, hogy inkább hölgy lesz, aki ott dolgozni fog, kell dajka, nyilván kell egy vezető. Tehát most mi indikátorok tekintetében 6 főt vállaltunk, vagy vállalunk, de lehet, hogy ez meg fog főni, vagy meg fog nőni 7-re, hogyha kiderül, hogy kell még egy karbantartó, udvaros, vagy valami. Az előzetes számítások szerint azt tervezzük, hogy összevonjuk ezt az óvodai intézményegységgel, hiszen egy 24 férőhelyes, 6-7 főt foglalkoztató önálló intézmény az egy dolog, hogy pénzbe kerül, de nem mindegy, hogy mennyibe kerül az önkormányzatnak, és nyilván inkább a gyerekek ellátására szeretnénk a nagyobb összeget fordítani, úgyhogy én azt gondolom, hogy az óvodai intézményesség részeként fog működni a bölcsöde. Hogy az építés során ne érhesse meglepetés az önkormányzatot, megfelelő tartalékot is beépítettek a pályázatba. Hiába tűnik viszonylag nagynak ez a telek, nagyon szigorúan a törvény előírja, hogy mekkora csoportszobát, mekkora hozzátartozóan, mekkora teraszt, mekkora udvart, mekkora kiszolgálóhelyiséget, öltözőt, öltöztetőt, mosdókat, gyermekvárót, babakocsi tárolót, és én most fel sem tudom sorolni mindent, hogy mi minden kell, de hát egy elég nagy épületről beszélünk, és tekintettel arra, hogy ugye a területi operatív programra pályázat, illetve a pályázat benyújtása és a kivitelezés sokszor elég hosszú idő telik el közötte, így tartalékot is képeztünk, tehát egy több mint 400 milliós projektet nyújtottunk be. A tervező azt mondta, hogy ahhoz, hogy mindent eszközökkel nyilván felszerelve, tehát itt a közműveket is ugye egy új építésnél be kell tervezni, tehát ez nem tűnik kevés összegnek, de azt gondolom, hogy ne kelljen később plusz támogatás igénybe nyújtanunk, hanem inkább előtte mondjuk meg, hogy valóban mennyibe fog az kerülni, és úgy tűnik, hogy nem kevésbe. A gyermeklétszám folyamatosan nő a városban, így a polgármester szerint akár még 2 csoportnyi bölcsödei helyet is fel tudnának tölteni, de közben az óvodai csoportokat is bővíteni kéne. Utóbbira lehet megoldás, ha a katolikus egyház nyit egy óvodát a városban, amire minden esély megvan.